Napi előtti felszólalásában Helmeci László az orosz-ukrán helyzet gazdasági vonatkozásaira hívta fel a képviselők figyelmét. A politikus szerint az orosz embargó súlyosan érinti a megye mezőgazdasági termelőit, ezért azt javasolta, hogy kérjenek kormányzati segítséget ahhoz, hogy a megtermelt zöldséget, gyümölcsöt értékesíteni tudják. A megyei közgyűlés elnöke válaszában elmondta, hogy már felvették a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, hogy megoldást találjanak a szabolcsi termelők gondjaira. Szintén napirend előtt Adorján Béla Jobbikos képviselő napirendi javaslattal élt. Azt szerette volna, ha az ukrán válság kapcsán a küzdülés megtárgyalta volna az erre vonatkozó előterjesztését. A testület azonban elutasította indítványát. Nem tárgyaltuk napirendi pontként ezt a kérdést, hiszen különösen azt az előterjesztési szöveget, amivel Adorján képviselő úrt, Élt, hiszen ez a kérdéskör nem tartozik a megyei közülés hatáskörébe. Olyan fajta diplomáciai és államközi, sőt államok közötti kapcsolatokat érint, amivel leghelyesebb, hogyha a megyei közülés kimarad, és a döntéshozókra bírjuk ezt a állami szintre bízunk ezt a feladatot. Ugyanakkor persze van véleményünk az ügyről. Aggódunk a kárpátai államérékért, különösen aggódunk a kárpátai magyar nemzeti közösségért, és mindent elkövetünk azért, a megyei közgyűlés és a kormányhivatal is, hogy a két oldalú kapcsolatokban, a két megyek közötti kapcsolatokban is ezt a kérdést napirenden tartsuk. A rendkívüli közgyűlés összehívását az indokolta, hogy az új választási törvény értelmében augusztus végéig kell megválasztania a megyei közgyűlésnek a területi választási bizottság tagjait, akikre a területi választási iroda vezetője a megyei önkormányzati egyzője tesz indítványt. A Területi Választási Bizottság dönt többek között a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről, valamint elbírálja a helyi választási bizottságok határozatai elleni fellebezéseket. Az új választási eljárásról szóló törvény szerint a megyei közgyűlésnek augusztus 30-áig kell megválasztani a Területi Választási Bizottságot. Ez szerencsésen a mai napon meg is történt. A bizottságnak, a Területi Választási Bizottságnak három tagja van és két póttagja a területi választási bizottság a helyi önkormányzati képviselők választásán szinte minden választási eljárási területen rendelkezik hatáskörrel. A területi választási bizottság tagjai megválasztásukat követően esküdtettek, és utána pedig alakul ülését is megtartotta az új testület, ahol megválasztották a bizottság elnökét és alelnökét. A munkát a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételével kezdték meg. Jelölő szervezeteket fogjuk még a következő napokban, aztán a megyei listát fogjuk nyilvántartásba venni. Egyéb feladataink közé tartozik a kifogásokról való döntés, illetve a helyi választási bizottság határozata elleni fellebbezésekről való döntés. A Területi Választási Bizottság elnöke azt is elmondta, hogy jelentősen átalakult a korábbiakhoz képest a választási rendszer, amely új feladatokat is ad a testületnek. Jelentős változás történt a jogorvoslati és a nemzetiségi választási rendszerben is, amelyek új elemként jelentkeznek a 2014. október 12-i önkormányzati választásokon.